Köszöntöm Szepesi Tibor polgármestert stúdiónkban. Köszönöm, hogy ismét elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Köszönöm szépen a meghívást. Következzenek a lakosok kérdései. Van olyan gyalogos átkelőhely, ahol lekopott vagy megkopott a zebra. Mikor várható a festés felfrissítése? Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük ezt is. Azt is látjuk, hogy a legtöbb gyalog átkelőhely nem az önkormányzati utakon, hanem a közút kezelésében lévő utakon van. Jeleztük a közút kezelőjének, a közút fenntartójának. Össze is hívott egy megbeszélést, amelyre várhatóan a jövő héten kerül sor, ahol nyilvánvalóan téma lesz a megnövekedett forgalom, a teherautó forgalom, és a többek között ugye a gyalog átkelőhelyeknek is a kérdése. Egy biztos, mindenképpen biztonságossá kell tenni a gyalogos átkelőhelyeket. Ennek egy része megtörtént, hiszen ugye a jogszabályi előírás az, hogy nem csak a felfestéssel kell segíteni az átkelőhelyeket, hanem a látszani és láttatni elv alapján ugye minden egyes gyalog átkelőhelyhez közvilágítást kell telepíteni. Ezek a közvilágítási telepítések megtörténtek, hogy a közvilágítás korszerűsítésével. Tehát ha úgy veszük, akkor már csak a festés van hátra, de mindenképpen fontos, úgyhogy erre figyelemmel leszünk. Egy lakos azt szeretné megtudni, hogy van-e a településünkön megkötés arra vonatkozóan, hogy mekkora lehet a maximális magassága a telekhatáron létesített kerítésnek a szomszéd felüli oldalon. Tudtommal nincs. Ha gondolja a kedves kérdező, akkor utána járok hajszál pontosan. Szerintem nincs megszabva a kerítés magassága. Nyilvánvalóan úgy kell elkészíteni, én azt gondolom, hogy mind a két félnek, tehát a békés egymás mellett élésnek megfelelően, vagy a jó szomszédi íratlan szabályoknak megfelelően kerüljön ez elkészítésre, és mind a ketten megelégedéssel vegyék ezt. Biztonságos legyen, én inkább azt gondolom, az a legfontosabb, és ne zavarja egymás életét. Kérdés érkezett a szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan is. Körvonalazódik-e már az időpont, hogy mikor indul? Természetesen itt kapcsolatban vagyunk a katasztrófavédelem munkatársaival, szakembereivel, hiszen közösen szoktuk végezni a szúnyoggyérítést. Nagyon sokszor kapunk segítséget tőlük, és ők azok, akik elvégzik ennek a feladatnak jelentős részét. Idén is meg fog történni, én azt gondolom, nyilvánvalóan figyelemmel kell lenni az egyet számra, a csípések nagyságára, megvan ennek a pontos meghatározása, hogy mikor érdemes a szúnyoggyérítést elvégezni. Természetes, ha szükséges, akkor mindenképpen el fogjuk végezni. Kérdezték többen, hogy van-e városunkban valamilyen korlátozás a fűnyírás idejére vonatkozóan? Karcagon nincs ilyen korlátozás. Nyilván akkor kell vágni a fűt, amikor az olyan magasságban nő, de nincs megszabva az, hogy különböző időszakokban lehet vágni, vagy nem lehet vágni a füvet. Én inkább azt szoktam mondani, és ezt javaslom mindenkinek, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy a békés egymás mellett élés iratlan szabályainak megfelelően vágjuk a füvet, tehát ha lehet, akkor ne hajnali 4 órakor, és ne késő este, éjfélkor mondjuk egy fejlámpával, hanem lehetőség szerint a nappali időszakban, és úgy, hogy lehetőség szerint az ne zavarja a környezetünkben élőket. Nyilván nehéz ezt pontosan meghatározni, hiszen mindenkinek más a munkaidő beosztása, máskor van ideje arra, hogy levágja a füvet, de azt gondolom, hogy meg lehet találni azt az időpontot, ami mindenkinek és a környezetünkben élőknek is megfelelő. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is.